Aki egy nem akármilyen vetélkedőt nyert meg korábban, de erről majd mesélünk, beszélünk úgyis. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Rónai Egon vagyok, a mai egyenes beszédet két újságíró kollégával kezdjük, Gergely Mártonnal, a HVG főszerkesztőjével és Szerető Szabolcsal, a Magyar Hang újságírójával. Örülök, hogy itt vagytok, szerbusztok. Ez a mai hat párti, ez ugye normális módon, amely Márki-Zay Péterrel közösen zajlott, és a pártelnökök vettek részt rajta, egy olyan beszélgetés lett volna, amivel semmi nem szivároghat ki. Ehhez képest azért tudunk dolgokat, egyrészt Márki-Zay Péter is mondott egyet s mást az előző műsorunkban, a Nap hírében még valamikor 4:45 körül. Másfelől pedig hát azért szivárognak az információk. Ez valószínűleg így lesz végig a választásokig. Nem lehet fedő alatt tartani sem a vitákat, sem a megállapodásokat. De kellene? Azt gondolom, hogy ez a normális. Tehát ha nem akarják azt, hogy az a kép rögzüljön, talán a Márki-Zay Péter mondta, sokszor idézik ezt a füstös szobákban alkudoznak. Nyilván bizonyos alkudozásra szükség van, hiszen nagyon fontos kérdéseket kell eldönteni. Hát ugye az országos lista összeállítása az nyilvánvalóan egy hatalmi kérdés is, és ott mindenki igyekszik pozícionálni magát. Tehát ezek nagyon kemény tárgyalások lesznek, amelyek ugye az ellenzéki együttműködésnek is egyfajta próbája lesz ez. Bár azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy nem fogja szétrobbantani ezt az együttműködést, ugye nincs opció abból kiszállni most már ebből az együttműködésből. Azt gondolom, hogy a következő hetekben erről sokat fogunk hallani, és az szerintem jó, hogy szivárognak az információk, a demokráciának szerintem ez a természetes rendje. Ugye egy nagyon furcsa helyzetet teremtett a Fidesz ezzel az egyfordulós választással. Előre el kell dönteni, hogy ki mennyire lesz erős, amikor nekivág az áprilisi választásnak, vagy két fordulónál ugye lehetett alkukat kötni úgy, hogy első megmérettetés felrem megtörténjen. De látod, nyilván azért közbevágsz, hogy elszoktunk tőle. Most az előválasztás ugye kétfordulós lett, és nagyon sokan egyfajta árulásként értékelték azt, hogy egyáltalán felmerül egy visszalépés lehetősége, hát, mint ami végül megtörtént. Pedig hát a kétforduló erre ad lehetőséget. Azt is árulásként fogják föl egyesek, hogy ennek a küzdelemnek lett egy győztese, és nem az lett a győztese, akit ők gondolták. Tehát ezt az elmúlt 12 év alatt Orbán Viktor leszoktatta az országot arról, hogy vannak fair versenyek, és ezekben a fair versenyekben kialakul egy végeredmény. Én szerintem ugye itt ilyen téren a szivároktatás pont arról szól, hogy van a pártoknak különböző típusú sorrendjei vannak, nehéz megmondani, hogy ki mennyire erős, vannak közönkutatások, vannak 2018-as választási adatok, 19-es EP választási adatok, van egy nagyon konfúz eredmény az előválasztásból. Nyilván a nyilvánosság az egyik olyan fegyver, amivel azok, akik alul reprezentálva érzik magukat, és Márki-Zay Péter például éppenséggel alul reprezentálva érezheti magát a hat párt tárgyalásán. Olyan eszközök köz a nyilvánosság eszközéhez folyamodnak, hogy jobb helyzetet csinálják ki magukat az alkukon. Vagy lehet kérdéses, hogy ezt a listát, amiről Szabolcs is említést tett, ami ugye azt szabályozza, hogy azokon túl, akik az egyéni győzelmeket aratják a választókerületekben, a pártok képviseletében kijuthat még be a parlamentbe. Szóval, hogy ezt a listát Márki-Zay Péternek kell vezetnie, hiszen az ellenzéki oldalon ő az, aki a legelső pozíciót el tudja foglalni? Vagy kérdése az, hogy mondjuk Dobrev Klárának kellene a másodiknak lennie? Hát az első hely az nem kérdés, mert én azt gondolom, hogy az előválasztásnak az a része, ahol amikor a miniszterelnök jelöltről szavaztak az emberek, akik erre hajlandóak voltak, erről döntöttek. Tehát én nem hiszem, hogy ezt ki lehet nyitni. Nyilvánvalóan onnantól kezdve viszont minden más kérdés nyitott. Tehát, hogy igen, hogy Dobrev Klára adott esetben mondjuk egy második helyet foglal ezen a listán, egyáltalán rajta lesz-e. Nyilván itt nagyon sok variáció van, de azt mondom, hogy jelen pillanatban ezt tudjuk biztosan, hogy Márki-Zay Péter áll ennek a listára. Nincs ilyen közjogi funkciója a listavezetésnek, de ez a listavezető, a Spitzenkandidát, ez egy olyan rendszer, amit ugye az európai parlamenti választásokon is átvettek az európai pártok. Ez az első jelölt elvileg az, aki a legfőbb pozícióra van jelölve. Ez a hagyomány. Orbán Viktor is vezetni fogja a Fidesz listáját, ha ő a miniszterelnök jelölt, és hát ugye az európai parlament választásnál sokat beszéltünk arról, hogy akkor a Timmermans vagy Weber, hogy a listavezetőknek kell lenniük az Európai Bizottság elnökének, a Magyarországon sem kell, ahogyan Európában sem így alakult. Tehát ezek pillanatnyilag szerintem Márki-Zay Péternek arra van joga, arra kapott felhatalmazás, hogy az első helyen legyen ezen az összellenzéki listán, a többit meg majd meglátjuk. Na és akkor az akna. Szanyi Tibor pártja az ISZOM és annak képviseletében az egy parlamenti képviselőjük Székely Sándor. Tegnap a parlamentben egy olyan javaslattal élt,
és ezt majd a parlament nyilván meg fogja tárgyalni először nyilván a megfelelő bizottságban, majd talán utána a plenáris ülésen is, hogy aki közös listán indulnak, egy frakciót alakíthassanak csak és kizárólag a 2022-es választást követően. Ez ugye két irányba üt, egyfelől Fidesz-KDNP, ott két frakció van most, de az is egy frakciót jelentene, és hát itt a hat párti vagy hét párti, amelyik szintén egy frakcióvá lenne kénytelen összeolvadni. Hát nekem eszembe jutott az, hogy amikor legutóbb módosították a választási szabályokat, ugye az a Volner János féle javaslat volt, ami végül is az egy listás megoldásra kényszerítette a közös egyéni jelölteket állító ellenzéki pártokat, akkor utána nem sokkal Gulyás Gergely azt mondta, hogy innentől kezdve viszont már nem fognak hozzányúlni a választójogi törvényhez, egy évvel a választás megelőzően, vagy azon belüli időszakban nem illik, nem szokás, nem szabad hozzányúlni, tehát innentől kezdve mondhatnánk azt is, hogy ez a kérdés, hogy nincs is miről beszélni, de ha esetleg valamiért mégis úgy gondolná a Fidesz, hogy Volner Jánoséhoz hasonlóan támogatandónak ítéli ezt a javaslatot, akkor valóban egy nagyon érdekes helyzet alakul ki, hiszen akkor például az a vita, ami most zajlik, hogy Márki-Zay Péternek lesz a hetedik frakciója vagy nem, az jogi értelemben egy adáktán kerül ez a vita, tehát nincs értelme. Nincs hát csak az beszélni. Lesz a kérdés, hogy mondjuk a hanyadik helyen tudja a listán elhelyezni a számára fontos embereket. Igen, természetesen. Semmi más nem marad kérdésként. Természetesen. Ugyanakkor a politikai cél, és hogyha Fidesz ugye kalkulál, akkor lehet az, hogy utána Gyurcsány Ferenc már bejelentette azt, hogy ő ugye közjogi tisztséget nem kíván 2022 után ellátni, akkor sem, ha ugye nyer az ellenzéki lista, de mondjuk a DK frakció vezetője lenne. Most ugye egy nagy kérdés, hogyha nincs ilyen, hogy DK frakció, mert közös frakció van, akkor neki milyen ambíciói vannak, és ő mondhatja esetleg azt, hogy a legtöbb képviselő az DK-s színekbe került be, de ettől függetlenül akkor az egész frakciónak kell majd dönteni, és ott már nem biztos, hogy neki többsége van. Tehát ez mondjuk arra lenne jó, a Fidesz szándéka nyilván az, hogy Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor álljon egymással szemben, különösen, hogyha ellenzékben marad a mostani ellenzék, de inkább azt gondolom, hogy ez arra lehet jó, hogy egy újabb törésvonalat generáljon. Szabolcs, mielőtt Marcinak megadom a szót, bocsáss meg, azért erre hadd kérdezzek vissza, mert te azt mondod, hogy a Fidesz szándéka. De hát ezt nem a Fidesz adja be, ezt nem. Elméletileg egy ellenzéki párt képviseletében egy ellenzéki képviselő. Értelmezzük már ezt a helyzetet akkor. Hát ugye a Volner ügyre utaltam az ellen, tehát ez ugyanez történt, tehát Volner János... Tehát azt gondolod, hogy Fidesz Szászanyi Tibor? Nem, én nem gondolom, én csak azt gondolom, hogy akkor van értelme egyáltalán erről érdemben beszélni, ugye itt van egy képviselő, aki bead valamit, hogyha az az egyéni ötlete volt ez, akkor valószínűleg ez pillanatokon belül elhal, nem történik semmi, napirendre se veszi az illetékes bizottság ezt a javaslatot. Ha ennél tovább megy ez a dolog, akkor viszont feltételezhetjük azt, hogy esetleg a Fidesz is hát valamilyen ötletet adott ehhez, vagy jó indulatúan ráharapott erre a témára, ez is meg. Holnap megpróbálom megkérdezni erről Szanyi Tibort, jó? Szerintem az fontos lenne, hogy megértsük, hogy ő mit akar itt. Valószínűleg hatalomtechnikáról beszélni, ami szerintem borzalmasan bántja és untatja az embereket. Tehát az előválasztás talán segített abban, hogy néhány tartalmi kérdésről is szó legyen. Az, hogy ki hanyadik a listán, és hogy hogyan állítják össze, és hány frakció van, az egyébként leginkább a Fidesz érdeke, és a semmi másra nem gondolkodik a Fidesz, úgy látszik már hónapok óta, mint hogy a 2022-es áprilisi választásokat követően, abban az esetben, ha mindenképpen elszállt a kétharmada, az utána a kérdés, hogy kormányon lesz-e egyszerű többsége, vagy ellenzékben lesz-e, hogyan lesz számára kényelmesebb az élet. Végig kell-e hallgatni a 7 darab, vagy 6 darab ellenzéki frakciónak, a frakcióvezetőjének a felszólalását Orbán Viktorra, amivel szemben Simicskó, István, ha minden igaz, hieroszi intellektuális képességével fognak válaszolni. Tehát, hogy hány emberrel néznek majd ők szembe, meg hogyan van, ezek olyan technológiai dolgok, amiből a Fidesz lezüllesztette a magyar politikát, és most megpróbálja az ellenzékre átadni, amelyik egyébként megpróbált valamifajtaképpen tartalmakról beszélni. Ugyanez egyébként ugye Karas Mónika átcsúsztatása ide meg oda, hogy akkor majd a számbevőszéket is még 12 évvel hosszabban lehessen, és egyébként ugye a médiahatóságnak az elnökét se kelljen majd egyeztetéssel létrehozni, tehát hogy itt az látszik, hogy a Fidesz képtelen már komolyan venni politikai kérdéseket, csak technikailag tud viszonyulni a kormányzáshoz.
és ezt próbálja most az általa kétharmaddal átszőtt országon átverni. Azt mondja az ellenzék, mert hogy ezt egyszerű kimondani, hogy ezek azt bizonyítják, hogy a Fidesz fél a választási eredménytől, fél attól, hogy valóban vereséget tud szenvedni. Ezügyben még ma este itt lesz is egy megszólalónk a Jobbik képviseletében, Brenner Koloman, ő például emellett törlencsát, hogy ez a félelem jele, ti is így érzitek? Én inkább úgy fogalmaznék, hogy erre az eshetőségre is készül a Fidesz. Tehát, hogy azért ez egy közhely, hogy 2010 óta ez az első választás, ami úgy tűnik, hogy kiegyensúlyozott lehet. Ebben sem vagyunk még egészen biztosak, hiszen még nagyon sok idő van hátra a választásig, nagyon sok minden történik, és pró és kontra is változhatnak itt az erőviszonyok. De az biztos, hogy ennek van a legnagyobb tétje, ezt mindenki így látja. De azt mondom, hogy a Fidesz szempontjából ez a fajta hatalom átörökítés, bebetonozás, ez egyébként már jóval korábban megindult, tehát ez egy szisztematikus politika. Részben összefügg a választással, de azt gondolom, hogy ez egy tudatos, ez a Fidesz politikának az egyik lényege. Ez gyakorlatilag az állam kiszervezése magánkézbe, úgyhogy az a magánkéz, az fideszes magánkéz legyen. Tehát az árnyék állam képítése az zajlik. Igen, én szerintem, ha ellenzéki politikus lennék, én is azt mondanám, hogy félnek. Itt van egy második magyarázat is. Ugye Orbán Viktor mondja is, hogy a magyar rendszer azért ennyire erős, mert nincsen koalíciós kényszer. Nincs koalíciós kényszer, de már nem is tudnak koalícióban kormányozni, tehát nem tudnak politikailag együttműködni. Ugye Karas Mónika utódját 2022. szeptemberében, én azt gondolnám, hogy a kétharmad lehetősége elszállt ezzel az együttműködéssel, nagyon vékonyan volt meg 18-ban, sokkal jobb körülmények között, ezek a körülmények most a Fidesznek nem lesznek adottak, nem azt mondom, hogy elveszítik a választást, de nem lesz még egyszer kétharmaduk. Tehát 22. szeptemberében oda kéne menni az ellenzéknek egy részéhez, és azt kéne mondani, hogy szavazzuk meg együtt őt. És ez a gesztus már nincs. Tehát nincs Orbán Viktor politikai eszköztárában. Joggal hogy az ellenzék együttműködik velük? Mert ez is egy kérdés, azt is feltételezhetik, hogy ha esetleg lesz egy kormányváltás, akkor utána az ellenzék azt fogja mondani, hogy amit ti akartok, hát szó nem lehet rá, 12 évig meg se hallgattatok minket. Legutoljára egyébként Siffer András ugye az LMP-től meglépte ezt az alkotmánybíró választásnál, de szerintem most már a Fidesz nincs itt. Tehát nem, én szerintem az az ellenzék, amelyik a Jobbiktól képes kibékülni a LMP-n át a Párbeszéden keresztül a DK-ig, majd utána a jelek szerint elfogadni, hogy mind a hatnak a képébe röhögve egy Márki-Zay Péter lesz a közös listavezetőjük. Az ő kompromisszumkészségüket én most kevésbé kérdőjelezném meg, mint Orbán Viktorét. És hát a Fidesz számára mondjuk, hogyha azt feltételezzük, hogy itt arról van szó, hogy mondjuk a Fidesz nyelve nincs kétharmada, és egyezkedni kell az ellenzékkel, ez azért is egy kellemetlen szituáció Orbán Viktor számára, vagy a Fidesz számára, mert az ilyen egyezkedések csak akkor működnek, hogyha valamit adnak is cserébe. Ez így normális, ez így logikus. És hát nyilvánvalóan nem akarnak semmit adni cserébe, tehát ettől elszoktak valóban az elmúlt 12 évben. Viszont azt gondolom, kicsit visszakanyarodva az előbbi részhez is, hogy az ellenzék akkor teszi jól, hogyha ezeket a részben kívülről rá erőszakolt, meg persze nyilván a saját belső viszonyaiból is eredő hatalomtechnikai játszmákat a lehető leggyorsabban lezárja. Tehát, hogy nem húzza el ezt az országos listaállítási ügyet, ami bármennyire is nehéz, ezt valahogy minél gyorsabban rendezni kell, hogy utána már a választásokra ráfordulva arról legyen szó, ami a legfontosabb, hogy mi a tartalom, mi az üzenet. Mert én azt gondolom, hogy az elmúlt években nem csak azért szerepelt úgy az ellenzék, ahogy a választásokon, mert technikailag nem tudta megfelelni a kihívásnak, hanem azért, mert egész egyszerűen az üzenet nem volt olyan erős és olyan átütő, ami versenyezhetett volna a Fideszével. Jelenleg szerint a mai tárgyaláson néhány dologban sikerült minden esetre előrelépniük, tehát például abban, hogy nem kell kijelölni a miniszterek egy leendő kormánytagjainak névsorát, előre-előbb meg kell nyerni a választást, hogy programot kell írni, és a programírás az mindenek előtt van, akár még a lista szerkesztése előtt is van, pont arra utalva, amit ti most itt mondtok, vagy hiányoltok, hogy akkor e felé kéne menni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.